Sziasztok! A mai vendégünk egy nagy családos apuka, akinek nagyon-nagyon örülünk, hiszen a környezetünkben nincs is ilyen ennyire nagy családos apuka, és ő nem más, mint Hola Gergő! Meg is Sziasztok! Annyira jó, hogy sikerült végre. Igen. Csak téged. És köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Hogy lett négy gyereket? Mármint nem az a rész, hogy hogy lehet négy gyereket. Ez úgy lehet. Igazából nem a gólya. De gólya. Minden négyet. De hogy így. Tehát, hogy itt tényleg a négy az már szám. Az azért sok. Tehát, hogy azzal számoltatok, hogy négy gyereketek lesz? Hát figyelj, igazából amikor Nikivel, még sőt, mielőtt összeházasodtunk, ilyen háromba egyeztünk meg, most nem is egyeztünk meg, hanem annyit mondtunk, hogy ilyen három az úgy jó lesz, hogy mit tudjam én, lány-fiú, és akkor a harmadik meg, ami jön, mert már lány is van, meg fiú is van. Aztán így is indult, mi elsőnek lányt szeretünk, onnan lány lett, másodiknak ugye fiút szeretnénk, fiú lett, harmadik legyen mindegy, mindegy a harmadik fiú lett a harmadik, igen. És utána jött egy negyedik, mert hogy jönni akart, egy negyedik is, és ő is egy kislány lett. De én mindig nagy családot szerettem volna, tehát nekem a három, az úgy nagy, nekem is van egy húgom meg egy nővérem, és az úgy azért úgy tök jó volt. De például édesanyám még 6-an vannak testvérek, apám még 7-en vannak testvérek. Akkor ebbe szocializálódtál. Igen, a feleségem, ők is 4-en vannak. Egy karácsonyi bulival, hanem bulinál a háztelben. Az biztos, de én nagyon szeretem el. Tehát annyira más az atmoszférája mindennek, akármit csinálsz, egy szülinap, egy karácsony, csak hogy átjön valaki a családból, és akkor megtelik azonnal a nappali, a konyha, és akkor van miről beszélni. És az, van egy gyereked, és akkor az olyan nem tudom, az olyan úgy sír. Hát ehhez képest mindenki. Azt tudni. Nem tudom, nekem még csak egy van. Nekem kettő. Na. Azért az nehéz, nem, hogy mindegyikre nem, ugyanannyi energiát fordítsál, és hogy úgy igazán tudják figyelni. Nem vagyunk tökéletes szülők, meg sokan úgy néznek ránk, hogy milyen nagyon minta házasság, meg minta szülők, nagyon nem vagyunk azok egyébként. Ugyanúgy ordítunk a gyerekkel, hogyha úgy van, ugyanúgy sikítozás, ordítás megy otthon, ugyanúgy nem bírunk néha mi se a gyerekekkel. Ugyanúgy elfáradunk, ugyanúgy kiborulunk, ugyanúgy nem tudom, tehát minden ugyanúgy van, de az a lényeg, hogy amikor ezek vannak, én azt gondolom, hogy ki kell szakadni ezekből mindig, és vannak ugye sokan, akik ezt nem csinálják, nem szakadnak ki belőle. Tehát a kiszakadás, azt most arra értem, hogy például, hogyha a szülők jól vannak, lelkileg, meg mindenhogy, akkor egymással, igen, ez a legfontosabb. A szülők jól vannak, jó a házasság, jól megy, maga a személy és egyesével is jól vagytok, akkor van erő ahhoz, hogy na, akkor felszívjuk magunkat, jó, akkor újraindulhat minden, jöhet a sikítozás, jöhet a szaladás, jöhet megint, aztán megint kiszakadni belőle kicsit, mert ha az nincs meg, az a kiszakadás, az a feltöltődés, akkor nincs honnan érni. Igen, kiszakadni a mókuskerékből, ebből kicsit, még ha csak egy órára is, de mi azért szoktunk a feleségemmel elmenni, sétálni, szólunk anyunak, anyu, gyere, mert... Anya is apa elmegy futni. Igen, de tényleg. Most szoktatok irandizgatni? Persze, szoktunk. És akkor ez a titkotok, tehát hogy négyek mellett a kettőtök kapcsolata, az hogy tud olyan szinten pörögni, hogy mindig legyen honnan. Mert nagyon fiatalan kerültetek össze. Ja, hát 17-ig voltam, még 18-ig, amikor megismertük egymást, aztán én 19-20 voltam, amikor összeházasodtunk. És pont tegnap előtt így nézegettük vissza képeket, és hogy konkrétan mi 2 évet voltunk. Csak ketten. Két évet voltunk. Hogy mondjuk nem, tehát az a házasság volt. Aha. 2 évet voltunk házasok csak ketten, mert ugye előtte együtt voltunk már, meg minden. De aztán így azonnal jött a gyermek, akit ugye, de mi már akartuk, mi már terveztük. Én sokszor mondtam azt az elején, hogy majd, hogyha egzisztenciálisan minden meg lesz, a saját háza, a kocsi, a sok pénz, meg minden, na majd akkor jöhet a gyerek. Aztán elgondolkodtam, hogy lehet, hogy
arra lehet, hogy kell várni 10 évet, érted? Vagy ki tudja mennyit, hogy olyan egzisztenciát teremtsen magának az ember, hogy akkor jöhet bármi. Én nem akartam addig várni, én már akartam érezni azt, hogy milyen apának lenni, azt, hogy milyen úgy, olyan férnek lenni, aki apa is, meg nem tudom. Nekem úgy úgy kellett elég hamar, én ezt kívántam, vártam erre, ezért jöttek ilyen hamar a gyerekek. Az nagyon nehéz, hogy az ember így igen, meg hogy így, hogy, tehát hogy ezt az elaprózódás, meg hogy minden gyereknek tudja ugyanazt a figyelmet, ugyanazt nem a szeretet. Nem tudod minden gyereknek ugyanazt a szeretet. Ezt be kell dolgozni, nem? El kell fogadni. Nem tudod, hogy most az egyiket tudsz egy kicsit többet, a következő nap a másikra, és akkor vagy összességében gondolom. És te lányos vagy fiús apa vagy? Fú, nem tudom. Nem tudom, de tényleg, mert a lány, tehát mi? Máshogy viszonyulok igazából, mert szerintem máshogy is kell, vagy nem tudom, ez így ösztönből jön szerintem az apáknak, hogy azért a fiúkhoz egy kicsit azért tartod magad, azért férfiasabb vagy vele, meg mutatod neki, hogy na, egy férfinek, egy apának nem tudom, hogy kell viselkedni, az ott azért én egy kicsit így, én nem vagyok amúgy szigorú, de néha kell annak is lennem, de a fiúkkal máshogy, a fiúkkal férfiasabban viselkedek, a lányokkal meg úgy viselkedek, hogy ők a hercegnői, érted, és akkor érezzék, hogy ők lányok, ők nők, ővelük máshogy van bánva, de az, hogy most, hogy melyiket szeretem jobban, vagy ilyen nincsen egyébként szerintem, meg kedvenc, meg nem tudom. Nyilván a kedvenc az mindig a legkisebb. Persze. Aha. Az mindig a legkisebb, de az mindenkinek. Tehát az nem azért, mert hogy különcködünk, hanem mert ő a legkisebb, ő a cuki, aranyos, olyan baba. Kedves baba. És mennyi idős? 2 éves. Az nagyon jó. Az tényleg egy cuki korszak. Nekem ez a másfél-kettő volt a kedvencem, Luisi lányom. És most megy bele a kisebbik lányom, úgyhogy nagyon király. Neked a 3 éves dackorszak, tudjuk. Nekem az a kedvencem. Nekem kell az, persze. Az kemény. Az a 3 éves. Fú, nekünk, hogy nekem van a 2 éves a legkisebb, most lesz 5 éves. 5 éves lesz? 6 éves. Hány éves lesz? Ennyi gyerek, ne? Ez megbocsátható. 6 éves lesz, 5 éves most a Nolan, és utána van a Dennis, 10 éves lesz júniusban, és van a 11 éves Carla. Akkor ott azért az padlógáz van, nem? A 11 éves a Carla, és akkor utána 10 éves. Utána 1 év, 3 hónapra jött a Dennis, utána 3 év után jött a Nolan, és akkor utána tartottunk egy nagyobb szünetet. Értetetlen. És mikor jött az életed a tehetségkutató? Tehát hány gyereknél jártatok akkor? Már 2 meg ja, volt. Kettő meg volt, meg és voltam. És hány éves voltál akkor? 23. 23 éves voltam, akkor ugye már nekünk egy éves volt a Carla, 2 éves a... Nem fordítva, 2 éves volt a Carla, és 1 éves a Dennis, és én akkor jelentkeztem az X-faktorban, és hát az egy nagyon jó időszak volt, kemény is volt, meg jó is volt, de így az összességében volt így jó az egész, hogy ahonnan mi kiszakadtunk, meg ilyesmi, meg hát jó volt ugye még az, hogy azt a korszakot, azt így a nehezebb korszakot, amit úgy éltünk, azt ugye a gyerekek még nem érezték meg 2 évesen, meg 1 évesen. De hogy ez így anyagilag volt nehéz, aha, volt az időszak. Aha, igen, és azt úgy örültem neki, hogy na hát azt így a gyerekek azt még nem érzik, uh-huh, hogy most nem vettem meg úgy tudja neki a túlórudit, vagy egy tudja, megvettem neki máskor, aztán így nem fogták még fel az, hogy igen, nekünk most nincs annyi pénzünk, mint a szomszédnak, vagy érted. Ennek örültem, és amikor ők már így felnőttek, utána már rendben. Hála Istennek már meg tudtam venni ezt a rudit, érted, úgyhogy nem látták ezt, nem érezték. Nekik nem volt változás végül is. Nem. Úgy mondjuk már úgy a biztonságban nőttek fel, anyagi biztonságban, de mindig szemléltett velük azt, hogy ez nem természetes, hogy ezért hálásnak kell lenni, és mindig próbáltam őket rávezetni, visszabeszélni nekik arról, hogy milyen volt, és hogy most miért vagyunk így, meg stb. Elvinni. Hát ugye nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy lássák azt, hogy nem mindenki él úgy, hogy ők, hogy nem mindenki mehet el oda, ahova ők, nem mindenki kaphatja meg azt, amit ő megkap, és családban látják azt, hogy például nem tudom, az unokatestvérek, azok nem úgy élnek, mint mi, és mi ugyanúgy éltünk, mint ők. Uh-huh. És ezt mindig is akarom, hogy ezt tudják, és ezt érezzék, és lássák, hogy az, amiben ők benne vannak, azért nagyon, nagyon legyenek hálásak. De ez egy jó útra való. Ti is a Hutarjánba éltetek az X-faktor előtt, és aztán felköltöztetek? Igen. És most vissza?
Ja, fú, hát mi nagyon sok helyen laktunk, baszta. Ennyi gyerekkel egy költözködéssel lehetséges valami. Ja, nagyon-nagyon sokat költöztünk. Úgy van, hogy 12 év házasságban 11 helyen laktunk. Hmm. Csak kemények vagyunk. 11 helyen laktunk, abból ugye úgy volt, hogy mi Karancslapújtőn kezdtünk, a Salgótarján mellett van egy falu. Karancslapújtő. Karancs. Ez egy mesebeli kis falu. A Shrekből. És az első gyermek, amikor megszületett, akkor beköltöztünk a városba, hogy akkor majd ott jobb lesz, meg könnyebb lesz, és ott született meg ugye a második is. Tehát már Salgótarján belül laktunk egy előtt, két előtt, három, négy. Csíha. Négy vagy öt albérletben laktunk, így ez már a két gyerekkel. Csak utána felköltöztünk Pestre, itt Pesten is laktunk, vagy nem tudom, négy-öt helyen. Ugye értek a gyerekek, az kicsi volt a ház. Nem féltünk el érte, kinőttük mindig a házakat, aztán most már tényleg kinőttük. És akkor mi már régóta otthonkeresésben voltunk, így szerintem így 3-4 évvel ezelőtt mi már elkezdtük. És akkor így igazából Pest környékén szerettem volna én maradni, Niki simán, ő már ment volna. De én nem akartam visszamenni Salgótarjánba, hanem onnan jöttünk ki, tudod. Azt akartuk, hogy onnan kitörjünk. Van egy barátom, akivel elutaztunk így eladást tartani Marosvásárhelyre, nagyon jó barátom, így az életemben ő elég sokat segített nekem a tanácsaival, meg az saját életével, és akkor kérdeztetem, hogy te mi van az, hogy otthon, hogy házat nem akartok menni? Hogy ne akarnék már, mondom, egyszerűen valahogy nem jön össze. Ő Salgótarján, és akkor kérdeztem, miért nem jöttök haza? Én nem vagyok oda, nem jöttem ki, stb. És akkor a feleség is ott volt, és mondta, hogy de hát itt mennyivel olcsó minden, és meg hát itt van mindenki. Tehát, hogy ott van nektek mindenki, meg este itt full együtt egyedül voltunk. Aztán hazamentem, és azon kaptam magam, hogy elkezdtem házakat nézni Tarjánba, és mondtam is reggel Nikinek, hogy mondom, na akkor újra, de belevágunk, és akkor néztem eladó házakat, mondom, na jó, azt mondja, hol? Mondom, Tarjánba, azt mondja, te Tarjánba, azt mondja, biztos nem hiszem el. És akkor kinéztünk, megnéztünk, vagy 20-at, nem tudom, és megtaláltuk, amikor odaértünk ahhoz a kiválasztott házhoz, amit is megnéztünk, beléptünk, és már a tulaj, a hölgyike úgy fogadott olyan szeretettel, olyan szeretett bomba áradt ránk onnan abból az egész házból. És hát figyelj, úgy mentünk házat nézni, hogy anyu, apu, nővérem, húgom. Hát ugye ez ők is oda járnak majd. Négy gyerek. Hát nem? Nem is tudom, még talán nagyon húsom is ott volt. Húsdár. Berakottunk, tudod, a házba, hogy mi jöttünk megnézni a házat, tudod, hogy miért. És belaktuk, a gyerekek szaladgáltak föl a lépcsőn, tudod, mindenki. De jó, mert legalább be tudod képzelni, hogy nincs hát, igen, és pont ez volt a nagyon nagy energia az egésznek, hogy azonnal belaktuk a házat, és így az nagyon jól éreztük magunkat. A nő az átölelt, megpuszilt engem a hölgy, hogy jaj, Jézusom, Gergő, maga az üljön le, főzött kár, ott voltunk, nem tudom, hogy másfél órát elveszünk, teljesen otthon éreztük magunkat, és akkor mentünk ki, és akkor mondtam, igen, mondom, mit éreztem, mondom, jó. Hát az anya neki nagyon jó volt, anyámat is megkérdeztem, mondom, hogy te mit éreztél? Ő meg elsírta magát, hogy hát ő ez neki szerintem milyen otthont érzett, hogy ez neki mennyire el tudná nekünk képzelni. És akkor mindenki ezt érezte, és akkor egy hónapon belül miénk is volt a ház. De jó! Meg is vettünk, és képzétek el azon a helyen, ahol én 16-17 évesen én sokszor jártam segédmunkásnak, így az építőiparban, és az egyik legjobb negyedes Salgótarjának, és én ott dolgoztam, és itt voltam, kevertem a martet, meg lapátoltam, és mondtam, hogy de jó, nem mondom, egyszer itt lakni. És ott lakni. És ott lakni. Is. És ott lakunk, úgyhogy óriási áldás, és képzeld, de ott érzem magam, ahova nem akartam visszamenni, ott érzem magam, ott érzem magam a legjobban, igen, ott van a békesség, az öröm, alig várom mindig, hogy hazaérjek. És figyelj, Gergő, milyen apuka vagy te? Pelenkázós? Vagy az Aniki dolga? Nem, én csinálok mindent, pelenkázok meg. Tényleg bármi. Mosol, takarítasz? Azt nem mondja. Főzöl? Azt szeretek. Na. Csak Niki nem mindig hagyja. Az, hogy mosok, főzök, takarítok, azt szoktam csinálni azért, hogy kedveskedjek vele. Hogy meglepetést szerezzek vele, vagy ilyenek, tudod, mert szerintem ez is fontos, tehát azt ritkán szoktam. Már nagyon-nagyon baj. Felmosok majd. Anyátok, hívaikkel, elmosogatok gyorsan.
De igen, de tényleg ilyen is szokott lenni, hogy látom, hogy már nincsenek nagyon sok, hogy már fáradt, meg mit tudja, hogy mi. Akkor néha így ezeket meg szoktam csinálni, ha otthon vagyok. Most ugye sokat voltam otthon, úgyhogy sokat besegítettem ebbe, de egyébként pelenkázós vagyok, fürdetős vagyok, szívesen csinálom ezeket. Éjjel is fárkálsz? Nem. Erre képtelenek. És fejlesztik azt a képességet, hogy totálisan zavartalanul, hogy könnyörűen tudnak aludni, és semmit nem hallanak abból, hogy mi történik. Nem tudom, ez egy képesség. Nem igaz. Egyébként volt, nem is tudom melyik gyereknél, de az első kettőnél, hogy azért ott mindig én ébredtem föl, vagyis hát nem ébredtem föl, hanem felköltött a Niki. Hogy kellene kakaó vagy te, és akkor mindig azt én csináltam. Igen, mert azért felkeltem kétszer-háromszor, felkelek. Most úgy van az Annánál, hogy nem az, most úgy van, én későn fekszek le mindig. Ilyen egy-kettő felé fekszek le. És akkor, amikor én fölmegyek, én akkor fölviszem a tejet, ami kell az Annának, mert általában egyszer, kétszer felébred, és akkor nem kell fölébrednem, mivel már így hajnalban így kettő felé fölviszem, lerakom, és akkor... Rafinált, én is így csinálom. És akkor úgy meg vagyok vele. Már berakom a gyerek meg. Ja. Fel kell, oldja meg magának, hogy békét. De még hány éve nem alszik? 11. Jézusom! Jó, de lehet, hogy a többi gyereked nem ébredt fel feltétlenül olyan sokszor éjszaka, nem? De. Mindegyik. De! És a várandósága, az azért neki 4 volt. Ja. Hogy ő bírta, vagy rosszul erős volt. Gyerekek mellett volt, igen. Ugye? Több gyerek mellett vár, mert a negyedik vár, 3 gyerek van közben. Igen. Igen, talán az volt így a nehezebb neki így a harmadik, mert ugye nem, az Anna volt igazából nehezebbik azért, mert még a Nolan kicsi volt. Igen. Ott már nagyok, ott nem kellett őket ölbe fogni, tudod, igen. A 7-8 éves gyereket már nem fogod úgy annyira sokat az ölekbe. De ugye amikor az Annával volt állapotos, akkor még a Nolan kicsi volt, és akkor ő csüngött rajta folyamatosan, meg pocakján, meg nem tudom, meg nem dobhatta le magáról. Az egy picit, de mindig nagyon hősiesen viselte. És szüléseknél bent voltál? Az első nél nem voltam bent, édesanyukám tanácsára. Szerintem igaza volt, és bölcs döntés volt, mert azt mondta, hogy első gyerek, és hogy nem tudhatjuk, hogy melyik férfinél ez mit vár ki, és hogyan fog rám hatni. Ezért azt tanácsolta, hogy inkább most nem, majd talán a másik nem, hogyha minden úgy már egy kicsit összerázódunk, a gyerek is ott van, megérzem ezt az egésznek. Csak az első nem mentem be, de a másodiknál már ott voltam, és hála Istennek el. Nem okozott problémát! Kettő, úgyhogy majdnem meghaltam igazából. Na, tényleg, figyelj! Vagy a második nem, vagy majdnem mindegyiknél. Harmadiknál. Nem szerintem mindegyiknél volt. Ja igen, a másodiknál az volt, olyan sztori volt, hogy ugye Niki ott volt benne a szülőszobán, hát óriási vájúdás közepette, és mondták, hogy maradjak itt, meg itt jövünk. És akkor én egyszer csak mondtam, Niki, mennem kell, nagyon fáj a hasonló. Én is szemettem, és én kértem. De Péter, neked fáj a hasonló. Miért fáj a hasonló? Mondom, most nálam, hogy ki kell menni. Óriási. Hát nem jött, na hát nem. Rosszabb a hasonló, és ki kellett mennem. Ennyi. Neked is fáj a hasonló. Szipátra fáj a hasonló. Igen, pánikba jöttem, és ez ilyen hatása volt rá. Oké, és akkor a harmadiknál az volt, hogy szintén ott is benn voltam. A harmadiknál az úgy történt, hogy akkor pont egy turnéba voltam, és egy ottalvós turnéba voltam. És akkor Miskolcon voltunk, és színdarabot játszottam akkor, ilyen utazó színház voltunk, mindenhol voltunk. És akkor Niki, hát ugye nem voltam otthon 3 napig, akkor már második napja talán nem volt ott, és akkor Niki hív, 7 órakor kezdődött az előadásunk. 7 órakor én már színpadon voltam, beöltözve minden. És akkor Niki hív 7-kor, mikor kezdődött az előadás, még függő mögött voltam. Biztos voltál benne, hogy ez csak a szülés lehetett, hogy 7-kor nagyon megijedtem, hogy fú, mondom. De már azon is, hogy mindig busszal mentünk együtt a csapattal, de én most mondtam a csapatban, hogy külön autóval megyek, mondom, bármikor beindulhat a szülő, és mondták, hogy oké, külön autóval minden, és akkor 7-kor hív a Niki, fú, izgulva vettem föl, hogy most mi van, és mondta, hogy már fájásai vannak, mondom,
Most fog fölmenni a színpadra. Ne verítsél már meg! Mondd neki, hogy maradjon már bent! Persze! Mondom, komolyan, mondom, akkor mit csináljak? Mondom, menjek! De hogy én is, azt mondja, maradjál nyugodtan, nyomja az előadást, azt mondja, hogy nyugodtan. Tudod, de most így kiállni a színpadra. Igen. Amúgy. Igen, igen. Jó érzés. Na mondom, most akkor mit lehet? Mondom, most megyek mindjárt, mondom, kezdődik. Már ment a Felkom konkrét, amikor én már telefonáltam. És hogy nem, maradjak nyugodtan, nem lesz semmi, szerintem még ebből, úgyhogy nyomjam a színdarba, két nap múlva jövök, hadd, és akkor majd nézni. Mondom, jó, oké. Letettük a telefon. Vége az előadásnak 10-kor, pontban 10-kor leléptem a színpadon, a telefon elő volt készítve, hívott 10-kor. Taxiba vagyok, megyek szűrni. Én azonnal pakoltam össze mindent, ott hagytam a izbicit, nem tudták hova szaladok, csak ordítottam mindenkinek, megyek szűrni, sikit hoztam, gyerünk, gyerünk, és akkor én ültem a kocsiba, és akkor mentem haza Miskolcról, Pestre, akkor mi Pesten laktunk, és hát ilyen évfél körül szakadó esőben odaértem, és akkor már ott ült a, feküdt a szülőszobába, de nagyon jó volt még. Úgyhogy ilyen hajnal fél ötkor megszületett a... De jó, hogy odaértél, de ez micsoda sztori? Odaértem, ja. Ja, és itt volt az, hogy majdnem meghaltam, halálfélelem volt a szülés alatt. De ez nem ilyen eltántorító sztori. Mindig van, hogy szimpátia fájdalmat, vagy valami szimpátia. Nem, az volt, hogy hát konkrétan ott a kezeink között született meg a baba, én fogtam a Nikit, és így én konkrétan így segítettem, hogy könnyítettem rajta, és fogtam a karommal, a másik lábok, másik kezem a combját, és akkor nyomtuk együtt, és akkor átkarolta a nyakamat, és hát gondolhatod, hát itt szerintem tudjátok is, hogy a nőkben akkor brutális erő van, és az agyad olyankor kikapcsol, és akkor, vagyis hát a nőknek az agya, és akkor hát így itt volt, hogy itt voltam a Niki karjai között, akkor, amikor én nyomott. Jó, én ezt lehetem képzelni. Hú, gyerekek, és én ott... Én kapaszkodtam, én a filmjában. A Niki nyomott, én meg közben az életemért kiáltott a Niki, mindjárt. Csak akkor én neked csináltam, tudod, hogy a szülő, hogy majdnem megfojtott, szerintem a Fejem az már lilult, tudod? Óriási! És akkor szerintem így pantinőbe engedett el, és így felvéregeztem, és akkor hát ő nem volt képben, ez úgyhogy ez az ott nagyon kevény szitu volt, ezt nem utána meséltem el neki, mondom, szvágott, vagy majdnem megfojtottál. Tényleg? És hogy nem emlékezett el. Jó, ez a szituáció. Persze, úgyhogy én azóta, tehát már a második gyerek óta ugye bent voltam a másiknál, én azóta csodálom őket, tehát ez fantasztikus, tehát én beledöglenék. De én biztos vagyok benne, hogy amit ti nők kivírtok a szülés folyamát, az egy brutális csoda. Tehát komolyan mondom, most olvastam, nem is tudom a napokban, hogy 20 csonttörésnek a fájdalma, nem is tudom mit bírnak ki ott a nő. De ugye, hogy a vájódás meg a fájdalom, de utána meg megszületik a gyerek, és azon elfejtesz minden. Nem? Igen. A fájdalmat, azt, ami volt. Az én császáros voltam, nem tudom. Igen? Én császáros voltam. Már brutális, de onnantól kezdve, hogy beültem és hazafele mentem a kórházból a szülés után, onnantól már nem tudtam visszaidézni, hogy milyen fajta fájdalom volt. Ugye? Mert hogy nagyon hamar már nem emlékszel rá. És a Covid mennyire gyötört meg titeket? Hűhá! Igazából az elejét azt nagyon élveztük, nagyon adtam. Mondom, hogy március, április, májust azt élveztük, az nagyon kellemes volt, sokat tanultunk, még nagyon jó volt, hogy hú, ezután majd minden más lesz, és megváltozunk, és átértékeltük az életünket, ami egyébként igaz, én rengeteg mindent átértékeltem, az emberi közelséget, a pénzt, az időt, pont a született is egy dalom akkor erről, hogy az ember túlhajszolja magát,
és ez a körforgás, a pénzhajszolás, hogy beszívja az embert, és az igazán értékes és fontos dolgokra már nincs annyi időre. Nincs annyi időd ezekre a dolgokra, és úgy jó volt így 3 hónapig leülni, megfigyeltem a gyerekeimet, tudod, hogy ki milyen, és hogy a személyiségüket, és személyiségüket egy kicsit jobban hogyan reagál a dolgokra, a testvérével, hogyan mit csinál, meg hát az otthon tanulás az volt a legbrutálisabb, az nagyon nehéz volt. Két gyerekkel, ugye egy harmadikos, negyedikes, az brutál volt, az, hát érted, ülök a harmadikos feladat fölött, és nem értem. És akkor mindannyian ott ülünk a harmadikos feladat, és gondolkodunk. És akkor átjönnek a nagymamák, és minden konkrétan ez volt. Átjönnek az unokatások. Mit hívjunk fel? Igen. A családba. Hívta a hugomat, anyu, mindenki volt, hogy ott volt mindenki, és akkor kérdezgettük egymást, hogy ez hogy van, vagy mi a megoldás. Szóval az volt az egyik legnagyobb nehézség. De viszont nekem így dal ügyileg, nekem a legjobb korszakom volt, mert nagyon, tehát én kicsit ilyen szentimentális vagyok, meg érzelmesebb témákat fogok, meg mindig próbálok a dalokkal motiválni, nem csinálok azért dalt, hogy legyen. Mert engem nem izgat az, hogy most akkor ott leszek a felkapottak listáján, és akkor nem izgat az, hogy 3 millióan nézik-e meg, vagy hány millióan. Engem az izgat, hogy elér-e az emberek szívéig, vagy tudok-e valami mondani valót adni annak, aki hallgatja. És nyilván ez azzal jár, hogy kevésbé népszerűek a dalaim. Viszont aki nézi és hallgatja, az azért hallgatja, hogy ő neki ad valamit, és azok megszeretik. Egy kisfiú meggyógyult, egy autista kisfiú, aki annak előtte nem hallgathatott semmi zajt az anyukája otthon, csak ilyen pici fülhallgatóval hallgatott zenét, mert az autista, ő annyira érzékeny volt a zajokra. A tévét némán nézték otthon. És akkor tör ki a csendből, egyszer véletlenül az anyukája úgy hagyta, amikor ment, és a kisfiú elkezdte hallgatni. Hajt. És rá egy évre elsősorban csápolt a hangfalaknál a kisfiú ott elő nekem, és azóta mi barátok vagyunk a kicsi gyermekben. Mi az elismerés, ha nem ez? Igen. És ez meg akkor most ilyen dal? Most a következő dalom, amivel már szemben, már dal megvan, de szenvedünk a klippel, hány hónapja? 2-3 lassan. Mert a hűségről fog szólni egyébként a dal. Konkrétan a hűségről néztem egy dalokat, hogy nincsen. A mostani, visszanézel ilyen 2-3 éve... Nem merdek a húzni! Figyelj, most itt nektek elmondom a frankót, hogy tehát konkrétan azt szerettem volna az lesz a klipben, hogy van a szerelmes pár, ugye, és eljátsszák, hogy a házasságtól az öregkorig együtt vannak, és hogy milyen szép dolgokat élnek meg, stb. És hogy a házasság, az esküvés milyen fontos, ezt is mutatni fogja a klip. És azt gondoltam, hogy akkor én most szeretném a hűség témát egy picit előtérbe hozni, mert nincs minden dal, ami a felkapottak között van, az a szerelmi depresszióról szól. Megcsaltál, húzzál el innen már, nem kell lesz. Erről szól minden dal. Meg összetörted a szívem, és már fáj, hogy annyira szeretlek, veled akarok lenni, de már nem lehet, mert mással vagyok. De téged szeretlek. Erről szól minden, érted? Arról, hogy szeretlek és hűséggel szeretlek egy életen át, stb. Erről nincs dal. És nekem jött, hála Istennek, egy ilyen, azt a korszakot fogalmaztam meg, amikor 17 évesen megismertem a Nikit, amiket akkor mondtam neki, azokat most megírtam a dalban. De jó. És amiket akkor mondtam, azokat most is ugyanúgy gondolom. És ez megszületett egy dalban. És... Niki dala. Igen, ezt megírtam, nem is mutattam még meg a dalt, azt már megmutattam, csak ő szeretett volna régen, nagyon szerette latin zenét, és szeretett volna régen, hogy csinálják egy ilyen latinos, spanyolos hangszerelést, és ezt úgy csináltuk meg, szerintem nagyon jó, én nagyon szerettem. És még a hangszerelést, az, hogy maga milyen dal, azt még nem hallotta, úgyhogy nagyon kíváncsi. És azt szerettem volna, hogy a hűség témát így kicsit előrehozni, és azt gondoltam, hogy szólok ilyen ismert arcoknak, hogy jöjjenek el a párjukkal, és akkor van egy kerti parti jelenet a végén, ezért nem sikerül megcsinálni, mert szabadtéren akarom megcsinálni egy kerti partit, ahol csinálnám. Májusi ősz van. És igen, és nem tudtuk, mert 3-szor kellett lemondani, és a kerti parti lesz majd, élőben zenélgetünk ott, én nagyon jó kis hangulatot akarunk a végére csinálni, és gondoltam, hogy szólok pár ismert arcnak, akik hisznek a hűségben.
és senki nem ért rá. Senki. Ne idegesítél, csak visszakodtam. Senki nem jött el. Na, hát figyelj, Gergő. Bármeddig hallgatnak. Bármeddig tudok beszélni. Hogy imádjuk, hogy itt voltál. És olyan sok kérdődött. És imádjuk a családodat. És szuper, hogy itt voltál. Igen, és így tovább, így tovább. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy minket néztetek. Sok puszi. Sziasztok!